Üdv mindenkinek, sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt a Valódi Bűnesetek. Általában bűntényekről beszélek. A mai rész viszont megint csak egy pozitívabb hangvételű videó lesz. Méghozzá 1976. szeptemberéből hoztam nektek egy hőstettet. Méghozzá Savas Karapetyán hőstettéről lesz ma szó. A férfi az uszonyos úszás világbajnoka volt, de egy baleset megváltoztatta az ő életét és a karrierjét. A baleset, amiben ő nem vett részt, csak hallotta, hogy megtörténik, és rögtön odarohant, hogy segítsen. Ez a baleset Jerevánban, Örményország fővárosában történt, és a jereváni tónak nevezett hatalmas víztározóba csapódott bele egy trolibusz 1976. szeptember 16-án. A férfi nem messze, éppen sportolt, amikor a trolibusz a vízbe csapódott, akkor olyan volt, mintha egy bomba robbant volna. Beleesett ugye a víztározóba, körülbelül 20 méterre esett bele a parttól. A víz ott körülbelül 10 méter mély. 18 méter a max mélysége, és 15 kilométer széles. A probléma még az is, hogy a víztározóban azért eléggé szennyezett víz volt. Ebbe ugrott bele gondolkodás nélkül Karapetyán. Ő próbálta megmenteni a buszban rekedt embereket. 92 ember volt ebben a trolibuszban. Azt mondta, hogy rögtön tudta, hogy neki oda kell sietnie. A testvére is ott volt. Azt mondta a szintén úszóbajnok testvérének, Kamónak, hogy a partról segítsen neki. Egyrészt ugye onnan tudja őt koordinálni, másrészt pedig akiket megment, azt Kamó ki tudja húzni. A férfi rögtön lemerült, és beütötte a busznak az egyik ablaküvegét. Ezen keresztül mászkált ki be, hogy az utasokat kimentse. És ahogy süllyedt a busz, egyre sötétebb volt. Tehát a férfi vakon mentett. Körülbelül 40-szer merült alá, és ilyen körülbelül 25 másodpercig tartott egy-egy merülés. Mint már mondtam, szinte vakon mentett, csak megpróbálta érezni az embereket ugye a vízben, a buszban, és úgy próbált őket áthúzni a betört üvegablakon, és próbált őket a felszínre vinni. Ő gyakorlott úszó volt, és tudta, hogy amikor húzza ki az embereket a vízből, akkor azok elkezdenek a megmentőjükbe kapaszkodni nagyon erősen. És egy képzetlenebb ember, aki próbálna ezeket az embereket kimenteni, lehet, hogy ők is áldozattá válnának, hiszen a mentett annyira erősen kapaszkodik bele, hogy akár mindketten megfulladhatnának. Karapetyán azt a trükköt vagy módot alkalmazta, hogy először hagyta, hogy akiket kihúz, és esetleg akik kétségbe esnek, elkezdjenek belekapaszkodni, elkezdjenek mind a ketten süllyedni, mert az emberben ilyenkor, a süllyedéskor előjön a természetes ösztöne, a túlélési ösztöne, és saját magától kezd el a felszínre úszni. És Karapetyának ekkor már csak segíteni kell a felszínre jutásban. Ez a mentési mód bevált. 37 embert sikerült kimentenie a vízből, 9 ember pedig saját magától úszott ki ezen a betölt üvegen át a felszínre. Az összes többi eleve vízbe fulladt. És a Karapetyán által megmentett 37 emberből viszont csak 20 élte túl a parton, a kérkező mentők csak ennyi ember életét tudták megmenteni. Hiszen ha kiszámoljátok, hogy ha közel fél perc volt minden egyes ember kimentése, akkor mire a 37. emberhez jutott, az már hány perce volt a vízben? Karapetyán annyira lelkesen próbálta megmenteni az embereket, viszont annyira sötét volt, és annyira fáradt is, hogy a végén az utolsó merülések egyikénél már csak egy üléspárnát vitt föl. Nem érezte, hogy mi az, ki az, csak azt érezte, hogy valamit megmarkolt a buszban, és azt fölvitte, de az csak sajnos egy üléspárna volt. Ez a hibás mentés, ez az üléspárna, ezt a férfit kísértette egész életében, hiszen mindig azt mondta, hogy ez egy ember életébe került, mert hogyha akkor nem a párnát öleli meg, hanem egy embert, akkor az talán még a mai napig élne. Persze azt is nézte, hogy 20 embert megmentett. Miután a mentés befejeződött, a férfi is kórházba került. Nagyon sokáig bent volt a kórházban, életveszélyes állapotban, ugyanis nagyon hideg, fagyos volt a víz, amiben a férfi gondolkodás nélkül önként beleugrott és kezdte a mentést. A férfi tüdőgyulladást is kapott, a víz mivel szennyezett volt, ezért még ez is rontotta az ő állapotát. Szeptikus láza volt, kétoldali volt a tüdőgyulladása, és idegi kimerültség miatt is kezelték a férfit.
Ez tényleg hónapokig tartott, de végül is kijött a kórházból. Elvileg nem szabadott volna tovább versenyeznie, viszont azt mondta, hogy ő egy utolsó nyerés nélkül, egy utolsó világbajnoki cím nélkül nem fog visszavonulni. Hát maga a felkészülése is a világbajnokságra eléggé problémás volt, hiszen a víz alatt előjöttek ezek a rémképek, amit a mentés során esetleg valamennyire is látott vagy érzékelt, másrészt annyira lebetegedett, hogy nem tudott már hosszabb ideig a víz alatt lenni. Viszont a férfi nem adta fel, és tovább készült a világbajnokságra. A világbajnokságon Camus, a testvére, szintén segített a partról. Amíg a férfi karapatján úszott a vízben, addig Camus a parton kísérte őt a tekintetével, és készen állt arra, hogy bármelyik pillanatban be kell ugrani a férfiet, hiszen azt a férfi egészségügyi állapota is megkívánta, és még mindig kísértették karapatyánt az emlékek. Viszont a férfit nem kellett megmenteni, hiszen nem csak hogy aranyérmet szerzett a világbajnokságon, hanem egy újabb világrekordot is felállított úgy, hogy a férfi szinte nem is tudta, hogy ő világrekordot állított fel. Arra figyelt, hogy elsőnek érjen be, de nem arra figyelt, hogy ő világrekordot állítson fel, de mégis ez sikerült neki. A férfinak azonban a világbajnokság után abba kellett hagynia az úszást. Karapetyánt aranyhalnak, vagy kétéltűnek is nevezték. A világbajnokság után megpróbálkozott az edzősködéssel is, de 2 hónap múlva már egy elektronikai gyártó üzemben találta magát. A férfiról nagyon sokáig nem tudták, hogy milyen hőstettet hajtott végre, hiszen a szovjet sajtóban balesetekről szóló cikkek nem jelentek meg nagyon sokáig. Jerevánban, ahol a baleset történt, ott persze beszéltek Karapetyáról, és arról, hogy ő a tóba ugrott, hogy megmentse az embereket. Viszont ugye ez sajtóban nem jelent meg. 6 évet kellett rá várni, amíg végül is egy újságíró közölte egy napilapban a férfi hőstettét. A halottak számáról azonban itt sem esett szó. Annyira felkapott lett ez a cikk, hiszen pontosan balesetekről nem osztott meg semmilyen cikket a Szovjetunió akkor, tehát még inkább felkapott lett ez a cikk. A Szovjetunió minden részéből kapott Karapetyán leveleket. Körülbelül 60 ezer levelet kapott, amiben dicsérték és hálát adtak neki. Nagyon sokan csak annyit írtak a lapra, hogy Savas Karapetyán. Örmény köztársaság, Jereván. Tehát nem tudták az utcát és a házszámot, elég volt a férfi neve és hogy melyik ország, melyik város, és a levelek oda találtak a férfihoz, hiszen nemzeti hőssé vált. Aztán később kiderült, hogy nem ez volt az egyetlen egy hőstette a férfinak. Ugye a trolibuszos mentés 1976-ban volt, 74-ben viszont volt egy másik buszos mentőakciója is. Ekkor Karapetyán rajta ült a buszon, és a sofőr leszállt, hogy valamilyen műszaki problémát elhárítson, és a busz elkezdett lefele gurulni, bele a forgalomba. Ekkor a férfi felugrott a helyéről, odarohant a vezetőfülkéhez, szétbontotta a válaszfalat, sikeresen elkormányozta egy biztonságos helyre a buszt. Ez is egy hőstette volt a férfinak, azonban ez sem volt sem az első, sem az utolsó. Ugye 74, elkormányozza a buszt, 76, beugrik a tóba, hogy a busz utasait megmentse. És volt még egy 1985-ben a Jereváni Sport és Koncertaréna épülete körül sétált, amikor is az épület elkezdett fellángolni, elkezdett leégni, és ő volt az első, aki berohant az épületbe, hogy mentse ott az embereket. A tűzoltókkal együtt ő volt az első. A férfi itt is megsérült, megégett, de azt mondta, hogy ő sosem ezt nézi, hanem azt, hogy bárkinek szüksége lehet segítségre, és hogyha meg tudod tenni, akkor persze segíts. Azt mondta, hogy mindenkinek érezni kell saját magában, hogy mi teszi őt emberré. A férfi pályafutása ugye tönkrement. Ő 10 éves pályafutása alatt 37 aranyérmet szerzett. Sportolói karrierje 24 évesen ment tönkre, pont amikor csúcsformában volt. 11 világrekordot állított föl, 17 világbajnoki címet, 13 Európa bajnoki címet, és 7 szovjet bajnoki címet szerzett víz alatti úszásban. Ennek ellenére viszont az egészet nem bánja, cserébe, hogy emberéleteket mentett. Karapetyán azt vallja, hogy mindig is azt kell keresni, ami az embert emberi teszi. A mai napig lehet a humanizmusra jó példát találni, csak keresni kell.
Nagyon sokan hallottatok biztos már erről a történetről. De akik nem, azoknak csak szintén egy jó példát próbáltam mutatni a humanizmusra, hiszen az én csatornámon is csak a gyilkosságokról van szó, a halálról, de egy picit be kell mutatni azt is, hogy vannak jó dolgok is az életben, hiszen a tévéből is, a rádióból is nagyon sokszor szerintem a hírek 80%-a csak rossz dolgokról szól. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy egy pozitív videót is hozok nektek a mai napra. 1982-ben amúgy a férfi még kapott is az UNESCO-tól egy Fair Play díjat, vagy levelet, egy ilyen köszöntést, és még ezek után 1985-ben volt, ugye, amikor az égő sport arénával berohant, hogy mentsen embereket. Későbbiekben a fiát Tigránt is ő edzette, és egy alapítványt is vezetett, ami fiatal úszókat támogatott. Egy aszteroidát is elneveztek a férfiról. Karapetyán később Moszkvába költözött, és megalapította a Second Breath cipő céget is. Karapetyán részt vett a 2014-es téli olimpia fáklyás váltójában, a futás második szakaszában. Moszkvában átadták neki a fáklyát, Krasznogorszk felé vitte. Másnap Karapetyán másodszor is vitte a fáklyát. Egy interjúban kijelentette, hogy Oroszországért és Örményországért is vitte a fáklyát. Hasonló, pozitívabb hangvételű videók már voltak a csatornámon, és lesznek is, hogy ne felejtsük el, hogy nem csak rossz dolgok történnek a világban. Remélem, ez a fajta videó is tetszett nektek. A hasonló videók egy külön lejátszási listában megtalálhatóak, ott tudtok válogatni kedvetekre. Ha a bűntények érdekelnek, ha ilyen pozitívabb hangvételű videók, akkor iratkozzatok fel a Valódi Bűnösetek YouTube csatornámra. Ha nyomtok egy lájkot, azt megköszönöm, azzal kifejezhetitek azt is, hogyha tetszett a videó, vagy csak támogatni szeretnétek a munkámat. Remélem, a következő videóban találkozunk, addig is sziasztok!